Nézzük a következő kis programocskát. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az asztalon, ugye tudjuk azt, hogy a Windows intézőben, hogyha rákattintok az egér balgombjával, akkor ezt a nagy újítást tette be a rendszer. Már ugye az Office 2007 óta próbálkozik ennek a ribbonnek, vagy magyarul szalagnak az elhintésével. Az Office 2010-es és a 2013-as is megkapta ugyanezt a felső kezelőfelületet. Azt tudjuk, hogy nagyon nagy előnye van, viszont a Windowsba még ez nem került bele. Így sok embernek újonnan hat. El lehet ezt rejteni, ha erre a szalag elrejtése gombra kattintunk, akkor így néz ki ez a ribbon. Viszont megtehetjük azt is, hogy egy program segítségével eltávolítjuk innen, és innentől kezdve egyetlen egy Windows programba, Windows alkalmazásba se lesz benne a ribbon, azaz maga a szalag. Fontos megjegyezni azt, hogy mindenki saját felelősségére távolítsa el ezt a szalagot, ugyanis akár problémákat is okozhat egyes programok futásánál, mivel az új rendszer a szalagra is épül, tehát annak a használata is kötelező. Ráadásul, hogyha a szalagot ugye eltüntetjük, akkor nagyon sok beállítási lehetőség is eltűnik, amit egyébként a szalagról lehet elérni. Én megmutatom most ezen videóban, hogy lehet eltüntetni, majd utána megmutatom, hogy lehet előcsalogatni a szalagot. Ehhez viszont egy fájlt kell telepítenünk, amit most nem az internetről fogunk letölteni, hanem a DVD mellékletedről fogjuk feltelepíteni. Viszont mielőtt odáig eljutnánk, azelőtt ugye tudjuk azt, hogy ha rákattintok megint erre az intézőre, akkor látható az, hogy most egy C meghajtónk van, és egy CD meghajtónk összesen a számítógépnél. Ezért nagyon fontos megemlíteni azt, hogy azt az állományt, ha nem az internetről töltjük le, akkor a virtuális környezetünkben egy újabb meghajtót hozzá kell csatolnunk ehhez a rendszerhez, vagy egy újabb mappát, és utána már a gazda rendszerünkből, azaz a háttérben lévő Windows 7-es rendszerből állományokat tudunk betölteni ebbe a rendszerbe. Ehhez viszont először is le kell állítanunk ezt, tehát én a Ribbonre állok, ide a beállításokra, majd úgy után ezek elugrottak, a főkapcsolóra kattintva leállítom ezt a metró felületet. Miután leállt a felület, utána a következő lépésünk az az, hogy ugye a Windows 7-esbe vagyunk, és ehhez a rendszerhez, azaz nekem a videóbázis nevűhöz, fel kell telepíteni egy megosztott mappát. Azaz hozzá kell adni egy megosztott mappát. Ez a jobboldali panel alján van, tehát hogyha te itt felül tartózkodol, akkor lejjebb kell görgetned ezt a nézetet. Mielőtt megosztott mappát adnánk ehhez a virtuális meghajtóhoz, azelőtt látogassunk el például a Users mappába. Én a G-User mentem a virtuális meghajtóimat, tehát a Users-en belül a Tamásba, és hozzunk létre az új mappa gombra kattintva egy mondjuk megosztás nevű mappát. Ha ez megvan, akkor másoljuk bele ezt a könyvtárat. Én azt mondom, hogy először is ezt innen kiszedem, és bemásolom a videóbázis DVD-t be, azon belül is a programokba. Ctrl-V-vel beillesztem ide. Összetömörítve is megkapod ezt az állományt, és kitömörítve egyetlen egy exe fájlt tartalmaz egyébként, ami a szalag letiltása nevet is kapta. Ha ezzel megvagyunk, akkor visszatérve az előző mappába, nekem most már üres a tartalma, mert innen azt kivágtam. Tehát a lényeg az, hogy én is létrehoztam egy megosztás nevű mappát. Ezek után annyit kell művelnem, hogy áttérek a videóbázis DVD program mappájába, és ezt a könyvtárat, vagy egyenesen magát a fájlt, azt innen kimásolom, hát én inkább a könyvtárat. Jobb gomb másolást választom, és visszatérve a megosztás mappámba, ide pedig jobb gombbal beillesztem. Ha ezzel megvagyok, akkor letehetem tálcára ezt a két mappát, visszatérhetek én ebbe a VirtualBoxba. Ki kell választanom a Windows 8-as rendszeremet, majd a jobb oldali tulajdonságok közül a megosztott mappákra kattintok. Ennek hatására látjuk még üres a megosztás, azaz egyetlen egy mappa sincs hozzácsatolva a rendszerhez. Jobb oldalt a szürke ikonok felett erre az új mappa megosztására kell kattintani. A legördülő menüből kiválasztjuk a más parancsot, és elnavigálunk szépen a számítógépünkön. Nekem mondom a G-meghajtó per users mappán belül található a Tamásnál a megosztás mappa. Ezt válasszuk ki, ne a ribbont, ugyanis a megosztásban még fogunk másolni más állományokat, amit majd szintén a virtuális Windows 8-as gépünkbe betöltünk. Tehát a megosztást választom ki, OK gombra kattintok, és ne csak olvasható legyen, hanem majd a Windows 8-asból is tudjunk ebbe a mappába visszamásolni állományokat, ha szeretnénk.
tehát írható és olvasható, és automatikusan csatolja fel indulásnál a Windows 8-as rendszerünkhöz ezt a mappát a VirtualBox. OK gombra kattintok, megint OK-ra, és ennek segítségével már látjuk, egyetlen egy megosztott mappánk van. Ha most kiválasztom a rendszeremet és a Start gombra kattintva az eszköztárból elindítom azt, akkor azt fogom kapni, hogy bejelentkezés után lesz egy megosztott mappám, amin keresztül most már a háttérben lévő gazda operációs rendszerem, tehát a Windows 7-es, állományokat és egyéb dolgokat tud átküldeni a Windows 8-as rendszerbe, és a Windows 8-as is ugyanúgy a Windows 7-esbe. Ezt egyébként úgy építi fel a virtuál gép, mintha hálózati kapcsolatban lennének egymással, és hálózaton keresztül küldi át az állományokat. Várunk egy kicsit, ugye, míg betöltődik a Windows 8-as rendszer, és utána megnézzük azt, hogy a Windows 8-as rendszeren belül hol találjuk meg azt a megosztott mappát, vagy megosztás nevű mappát, amit az előbb készítettük a Windows 7-es rendszerünkbe. Betöltődött a rendszer, belépünk szépen a jelszóval, Entert ütve mindjárt be is töltődik a megszokott Metro felületünk, és ha betöltődött, akkor az asztalra fogunk elbarangolni, tehát azt fogom kiválasztani, rá is kattintok az egér bal gombjával, és betöltődik a felület. Na nézzük, hogy akkor hol érjük el azt az előző programot. A Windows 8-on belül rákattintunk az intézőre, a Windows intézőre, és mindjárt betöltődik a tartalma, csak nekem most egy kicsit lassabb a rendszer. Jó, betöltődött. Ugye a Windows intéző most már a könyvtárakat nyitotta meg, és bal szélről azt látjuk, hogy most már a számítógép alatt van egy C meghajtónk, van egy D meghajtónk, és van egy megosztás nevű meghajtónk. Erre kattintva az egér bal gombjával egyből elérjük a Windows 7-esben megosztott mappát. Rákattintva kétszer és elindítva ezt a fájlt, azt fogjuk kapni, hogy a Windows figyelmeztet a biztonságunkra, én futtatom ennek ellenére ezt az állományt, hogy megmutassam, de mondom, mindenki saját felelősségére használja ezt a fájlt. Úgy látszik, hogy a megadott elérési út nem létezik, felirat lett itt előhozva. Hát nézzük a hálózatot, mert én abba gondoltam, hogy megjelenik ez a megosztás nevű mappa. Meg is jelenik benne, méghozzá a legelső részen. Ha rákattintok a VBox SVR-re, és azon keresztül, a hálózaton keresztül érem el a megosztás mappát, majd úgy megyek bele a mappánkba, és kétszer kattintok rá, majd futtatom azt, akkor most már újabb biztonsági figyelmeztetés után elindul a program. Tehát úgy néz ki, hogy a számítógép alól is el lehet egy külön F meghajtón keresztül érni ezt a megosztott mappát, viszont fontos megjegyezni azt, hogy inkább a hálózaton keresztül próbáljunk meg elérni, mert ott el is tudjuk indítani a rajta lévő exe fájlt. Hát várni kell néhány másodpercig, még ez betöltődik, úgy látom, ugyanis a Windows ezt most nem indított el, hát rákattintok még egyszer, futtatom, és még egyszer az igent választom ki, hát ha ennek a hatására el fog már indulni számunkra ez a program. Tölt a Windows, na végre látunk egy ilyen kis panelt, ami jelzi, hogy miről is van szó, és nincs túl sok választási lehetőségünk, csak kettő. A felsővel letilthatjuk a szalagot, hogyha még nincs letiltva, az alsóval pedig, miután letiltottuk és vissza szeretnénk állítani, visszakaphatjuk a szalagot. Ugye ez az alapértelmezett beállítás, ide is van írva. Hát tiltsuk le. A Run gombra kattintva elindul egy ilyen töltési csík, és kéri a rendszer azt, hogy ki kell jelentkeznünk, hogy a változások érvényben legyenek. A Finish gombra kattintva még megerősíthetjük a kijelentkezést, ha ki akarunk lépni, és a rendszer miután kiléptetett és belépünk, akkor azt fogjuk látni majd az asztalon, rá is kattintok. Jó, úgy látszik most nem sikerült belépni. Na nézzük még egyszer, hát ha sikerül. Várni kell most egy kicsit, lassabb a rendszer azért, valami oknál fogva. Nézzük akkor a Windows intézőt, és akkor azt látjuk, hogy a szalag és a szalag helye is eltűnt. Tehát az előző programmal ki tudtuk kapcsolni ezt a szalagot. Én még egyszer azt mondom, hogy mivel a szalag most már szerves része a Windowsnak, és rajta nagyon sok, nagyon gyorsan elérhető beállítási lehetőséget találunk, ezért ne kapcsoljuk ki, csak a legvégső esetben ezzel a programmal. Na, visszatérek akkor a hálózatomra, elindítom újra a programot, futtatom, és miután elindul újra, utána visszaállítom az eredeti állapotot. A Run gombra kattintva és a Finish-re megint kijelentkezünk, hát látjuk, hogy ilyenkor már egy kis hibát is ír ki a rendszer, tehát akár tönkre is tehetjük ezzel a Windows-t, és
Jó, ez a jelszó. És a lényeg az, hogy ilyen beavatkozásokat azért ne készítsünk, szerintem. Mi visszaállítottuk az eredeti beállításokat, és innentől kezdve most már használhatjuk a szalagot, úgy, ahogy eredetileg is megtehetjük, és a bal alsó sarokba még használhatjuk most már a hálózatokból ezt a VBOX SVR nevű virtuális számítógépet, ami lényegében a mi megosztás nevű mappánkat takarja a Windows 7-be, és azon belül bármit bemásolunk, akár a Windows 8-ból, vagy akár a Windows 7-ből, látni fogjuk mind a két operációs rendszerben.